SimSport TV. Magyarország vezető szimulátoros tévéje. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a kellemes téli keddi estén. A VSR HTCC Extreme Belga nagydíjának az időmérő edzésének az első részét láthatják, igazából annak a közvetítését. Jó magamat Gulács Ádámnak szoktam nevezni, illetve a többiek is. Velem van kommentátor társam, Dani Bálint. Ja, köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, ahogy Ádám elhadarta a VSR HTCC Extreme bajnokságának negyedik fordulóját láthatjátok, és a Q1 zajlik éppen. Annak is a legvége. Az első 5 helyezett fog tovább jutni majd a Super Pole-ra, ahol egy mérkőt teljesíthetnek majd a pilóták. Jelenleg Szűcs Máté vezet, így ő bent van a Q2-ben, Molnár Dániel a második, Bádi Gergő a harmadik, Leitner Norbert a negyedik, és Lányi Tamás van a veszélyzónában az ötödik helyen. És esik Spában, mire idén még nem volt példa, tehát esős időmérő még nem volt ebben a szezonban. Érdekes párosítás ez. Igazából megszoktattuk, hogy esik Spában, de ez így még jobban kihozza a versenyzők közötti technikai és tudásbeli különbségeket. Az ötödik helyezett Lányi és a hatodik helyezett Nagy között csak példaképpen 8 tized a különbség. És a hatodik helyezett Nagy az élenálló Szűcs Mátétól 2,5 másodpercre lemaradva, tehát igen, ugye hosszú a pálya, ezért egy kisebb hiba hatványozottan hátráltatja a hibázó versenyzőt, ugye. Esik is az eső, tehát jobban kijönnek a hibák. Úgyhogy ezért fordulhatnak elő szerintem ezek a nagy, nagyon nagy különbségek.
bajnokságot Szűcs Máté vezeti egyébként a negyedik forduló előtt. Mögötte van Leitner Norbert mindössze 9 pontra lemaradva. Aztán már nagyobb lemaradással Nagy Dávid következik, majd Bádi Gergő, Molnár Dániel, Kis Ákos, Varga Dávid, Juhász Csaba, Komlós és Rózsa Tamás. Ez a jelen helyzet a bajnokság állását tekintve. A Shake and Bake csapat vezet ugye Leitner, Nagy és Molnár trió a csapatoknál, és a Webeffektív 2-es alakulata a második, többiek már nagyon le vannak maradva. Hogy így áll jelenleg a HTCC Extreme bajnokság. Szűcs Máté már nem fog mérkőt futni, 45 másodperc van hátra még az időmérő edzés első szakaszából. Bádi Gergőt mutassuk szerintem a harmadik helyen, hogy tud-e javítani még a helyezésén. Nagyon szépen csúsztatja be a szárt, a szürke szártot. Nagyon inog az autó hátulja. Végül is ki tudott gyorsítani Bádi, és átveszi a vezetést Bádi Gergő Szűcs Mátétól. Még Leitner Norbi érkezik a negyedik helyen. Majd a nyolcadik helyen Mihályt figyeljük. Ő még veszélyes lehet akár a igen, további Mihályt nézzük előbb, mert ő van előrébb a pályán is. Ő még tényleg befolyásolhatja a dolgokat. De hát ez nem az a kör nincs lesz. A hetedik helyre azért feljön a nyolcadikról. És akkor nézzük a negyedik Leitnert. Hogy fejezi be? Bádit nem veri meg, de a második helyre feljön Leitner Norbi, és le is telt már az időmérő. Még Bán Viktor érkezik. De már ők sem, hiszen átteszi a játék kvalifikációra. Szervert úgyhogy kezdődik majd a Q2. Ugye itt egy mérkőt mehetnek majd a pilóták, ez alapján kell majd megmutatni, hogy ki a legjobb. Lányi Tamás kezdi majd meg körözést, és itt már süt a nap, tehát hamar eloszlottak ezek a csúnya eső felhők. Bár azért nem bánnám, ha futamon esne, hiszen idén még nem láthattunk esős verseny, nem tudom, Kova, te hogy vélekedsz az esőről? Hát, szerintem mindenféleképpen egy plusz izgalmi tényező, csak úgy, mint Varga Péter, a Q2-be kicsit kiautókázta magát, de aztán gyorsan. Illetve többen is a pályára gurulnak. Igazán tudom ennek miértjét, de... Most már mindenki visszament egyébként, tehát tudom, szóltak nekik, hogy ilyenkor csak a első öt helyezett mehet ki. Tehát nyilván tudják a szabályt a többiek nyilván is. Mire gondolsz, Kova? Nem. Na, de nézzük Lányit. Ugye 20 kanyar található. A Spy-aszfaltsíkon 7 km hosszú. Az egyik leghosszabb versenypályák egyike. Nagyon technikás, viszont rengeteg gyors kanyar található rajta, igen, például ez is, ez a balos. Nagyon nehéz hibátlanul végigmenni ezen a pályán. És hát ugye az a kérdés, hogy Lányinak összejön-e. Megnézem gyorsan az előzetes tesztek eredményeit. Illetve jó kérdés, hogy a futamokon le fog-e esni az eső, mert az még, ahogy már beszéltünk róla, nagyon jól megkavarhatja a dolgokat. Aki, igen, az is előfordulhat, aki száraz pályás körülmények között jól fut, az esetleg esőben hátrányban szenved. Igen, nem mindenki esőben, és gyengélkedhetnek a száraz pályán jól teljesítők. Lányinak, miért mondom, milyen köre volt, 2 perc 08 telibe, tehát ezt az időt sikerült elérnie a gyakorlások során.
talán egy kicsit elfékezte az első kanyar, de még befért. Ezzel a 2 perc 8-al egyébként a 6. helyen végzett. Most van át az Orúzson, az egyik leghíresebb kanyaron. A teszt időszakot pedig Szűcs Máté bajnoki lovashoz méltó módon nyerte, több mint 4 tizedes előnnyel. Boldis Bence volt a második, aki én most nem láttam itt a nevezők között. És nincs is itt Boldis, úgyhogy lehet, hogy egy hasonló futamot láthatunk majd, mint Nürburgringen, amikor is Szűcs Máté nagyon magabiztos fölénnyel nyerte meg az egy órás futamot. Itt ugye most 2 futam lesz látható. Én Bádit se írnám le, aki a Q1-ben egy nagyon brutális időt a darabot végezte. Úgy kicsit hibázik Lányi. Rátette a belső rázókőre a kerekét, ami kicsit megdobta az autót. Különösen abban a kanyarban veszélyes, nagyon meredek rázókőre, nem érdemes rátenni. Nagyon szépen megy. Különösebb hiba nem volt ebben a körben, tehát a végig megy akkor. Viszonylag biztonsági, viszonylag gyors kör láthatunk tőle. Kíváncsi vagyok, milyen kör lesz ez a eddigi legjobb köréhez képest. Uff! Ajjajjajjaj! Az ott nem kellett volna, mert így rengeteg tempót veszít a leggyorsabb részén a pályának. Teljesen értelmetlen módon. A busz megálló és aztán fordul rá a célegyenesre, Lányi. Nézzük az órát. Hát egy 2.9-es kör, ez valószínűleg az lesz. 2.09.3.10 Lányi nyitóköre. A következő pilóta majd Molnár Dániel lesz. ...99-es rajtszám autóban. Most kezdi meg a mért körét Molnár. Nézzük, hogy Lányihoz képest hogyan tudja venni a pálya első felét. 34.384 felső szektornál Lányi ideje. Ennél kéne jobbat jönnie most Molnár Dánielnek. Az időmérőn láthattuk egyébként, hogy nagyon sokan szenvedtek esőben az Orúzzsal. Itt ez szárazon azért könnyebben meg tudják oldani nyilván. Nagyon hosszú legyen, és ugye több mint fél másodperccel vezet Molnár Dániel Lányi előtt. Itt viszont megcsúszik. Tehát ez nem volt fél másodperc és megcsúszás. Itt ez viszont már elég sokba került Molnárnak, hogy lement a kavicságyba. Hogy lassan-lassan kisebb hibákból azért összeszed annyit, amennyivel elveszheti ezt az előnyét. Láthattuk ugye Lányi Tamás a pálya végén is rontott, nem is egyet. Talán ez még nem volt olyan nagy hiba. Itt is ugyanúgy rámegy, mint Lányi, ez már egy nagyobb hiba volt szerintem. A belső rázókőre úgy is ugyanúgy. A lépső szektora nagyon nem lesz a célos Molnárnak. Nagyon instabil az autója. És abból a fél másodpercből bizony csak egy tized maradt. Szűk egy tized, 87 ezred egészen pontosan. Viszont ugye itt Lányi rontott egy elég nagyot, tehát hogyha Molnár megoldja ezt a kanyart, akkor bejöhet Lányi elé, hogyha a busz megállót is abszolválja. Már pedig nagyon szépen átfűzi a kanyarom Molnár, és akkor érkezik a célegyenesbe. És nézzük az órát, átveszi a vezetést Molnár Dániel 2.08.550-nel. Szűcs Máté a következő bajnokság vezetője. A közöfutam győztese. Így van. Óriási formában versenyez Szűcs Máté, amióta új kormányt kapott.
a GP2 bajnokságban is nagyon magabiztosan versenyez. És itt is bajnoki esélyekkel indul szezon második felének. Először azonban ezt a kört kéne nagyon jól megoldani a Szűcsnek, hogyha versenyben akar lenni az általad említett Bádi Gergővel, vagy akár Leitner Norberttel. Ők lehetnek hárman azok talán, akik varázsolhatnak nekünk egy parádés versenyt. Nézzük a szektor idejét Szűcsnek, egy tizeddel elmarad Molnártól, viszont ugye most jön majd a pálya közepe, ahol Molnár bele-bele hibázgatott a körébe. Így egy Szűcs is elrontja. Ugye említettem, hogy nagyon nehéz körbe menni hiba nélkül, hát egyelőre egyik pilóta sem tudta ezt megoldani egy körből. Nagyon nagy erő dolgozik ezekben az autókban, hátsó kerék meghajtás is nehezíti a dolgukat, tehát aki itt összerak egy tiszta kört, annak tényleg megérdemelt a pole pozíció. Ötökső szektor azt hittem tökéletes volt Szűcsnek. Elején volt egy kis hiba, ugyanaz, mint Molnárnál. 6,5 tized az előnye. Innen ezt csak elveszíteni lehet Szűcs Máté szempontjából, hiszen két kanyar ez az egyik, és majd a nehezebb ez lesz. Nem megy rá a rázóra, nagyon szépen szűken tartott a Szűcs. És ha a féktávot megcsinálja, hát pedig úgy néz ki, hogy be tud fordulni, akkor ez Szűcs Mátnak egy első helyet fog jelenteni, szerintem. Nem jó volt a kigyorsítása. Vajon meg lesz a 07-es kör? Igen, 2 perc 07, 7.69-en Szűcs Máté jelenleg első. Aki ezt elveheti tőle, ezt az első helyet, az Leitner Norbert, illetve Bádi Gergő. Ők ketten maradtak hátra. Először Leitner Norbert érkezik. És akkor itt kezdődnek az izgalmak. Szűcs és Leitner között már nem hiszem, hogy fél másodpercnél nagyobb különbség lesz, amennyiben ugye Leitner nem ront. Szűcs köre már tényleg etalonnak számítva. Igen, 0.7.1-et jött Szűcs a teszt időszak alatt, most egy körből 0.7.7-et rakott össze. Leitner nagyon szépen jön. Igen, eddig mintha sinem húznák Leitner Norbi autóját. Egy kis hiba sincsen egyelőre a körben. Nagyon szépen fűzi át a kanyarokon a BMW-t. Nem teszi rá a belső rázóra, nagyon szép kör eddig Leitnertől. Kérdés az, hogy gyors-e? Mindjárt jön a második szektor mérőpontja. Itt, hogyha egy kicsit beljebb fordult volna, akkor biztonságosabban jött volna, de centin, nagyon, nagyon kicentizi Leitner. Nálam 2 másodperc pluszt írt, az létezik, Kova? Én nem tudom, nálam nem is van semmi. Ja. De ránézésre semmi esetre sem. Ajjajaj, Leitner! Annyira határon autózik Leitner Norbi, hogy elrontotta! Az egyik legegyszerűbb kanyart talán. Hát előre látta a rendszered ezt a 2 másodpercet. Nem vállalok semmilyen felelősséget. Úgyhogy Norbinak ezúton is üzenem. 3-3. Senki nem mondhatja rám, hogy én voltam. Leitner Norbi ezzel a negyedik rontott bár körrel. Nem tudom, hogy volt-e ez a hiba 3 másodperc.
Tény, hogy jó beszitált az autója. Mindegy, foglalkozunk most Bádival, aki ugye, ahogy mondtad is, korábban nagyon odarakta azt a kört a Q1-ben, még esős körülmények között. Nézzük, hogy mire képes most száraz pályán Bádi Gergő. A HTCC bajnokság vezetője. Az élbolyban ő az egyedül, aki Seattal versenyez. Többiek BMW-vel vannak. Hozzáteszem, ez az autó is, ahogy mindegyik földfajta, hátsó kerék meghajtású. Az ilyen egyedi szél. Igen, igen. Eddig jó Bádi köre. Hasonlóan jön, mint Leitner. Gyorsabban. Ott egy kicsit, mint a széles lett volna. 655 ezreddel jobb Bádi Gergő. Azt a mindenit. Lehet, hogy megőrült a rendszerem. De mindjárt kiderül, az óriási lett volna. Közben kaptam egy érdekes információt, de most nézzük Bádit, aztán visszatérek rá. Nézzük az órát Bádinál. 2.06.904-jel Bádi Gergő megszerzi a pole pozíciót, és 8 tizedet ad a bajnokság vezetőjének, Szűcs Máténak. Hatalmas kört futott Bádi a Q1-ben és a Q2-ben is. Teljesen megérdemelt a pole pozíciója. Tehát a rajtsorrend akkor a következő lesz. Bádi, Szűcs, Molnár, Lányi és Leitner, ők jutottak be ugye a Q2-be. Aztán Nagy Bence, Mihály Tamás, Nagy László. Aztán Bán Gábor és Rózsa Tamás az első 10 helyezett. És válaszul Leitner Norbi körére. Írta nekem most Norbi, hogy esőgumival ment. Tehát ez az egyik legdühítőbb hiba talán, hogy nem nézte meg Norbi ugye a Q1 után, hogy milyen abroncs van fönt, és esőgumikkal vágott neki a kvalifikációnak. Úgyhogy ez volt az oka annak, hogy Norbi ilyen lassú volt. Hát Bádi elképesztő kört jött. Ezt nem tudom. Nem tudok mit mondani erre. Honnan húzta elő Bádi ezt a kört? Nem is volt hibátlan. Volt benne egy pár ívről lecsúszás. Ez egyszerűen brutális volt. Szerintem most tartunk egy nagyon rövid szünetet, addig emészgessétek ti is ezt az elképesztő 06-os kört Báditól, és tippeljétek meg a verseny végeredményét. Aztán majd egy-kettőt beolvasok, hogyha van olyan. Úgyhogy akkor reklám, aztán várom mindenkit vissza majd a rajta.
SimSport TV. SimSport TV. Magyarország vezető szimulátoros tévéje. Mert akkor vissza is tértünk itt a néma kép után. Akkor pár pillanaton belül elkezdődik a futam, de előtte nézzük meg, hogy hogy áll a Bajnokok Ligája jelenlegi állása. Aki minket választott, arról sem maradjon le. Kovat, nyíld a szó. Így van, köszönöm a szót. Helyszíni tudósítás Manchesterből. Benátia buktatása miatt 11-est tiltek Manchester City javára, amit Aguero értékesített, Benatia pedig úton hazafelé. Végül is minket néz. Igen, igen. Végülis lehet, hogy ezért történt a dolog. Meghallott, hogy Bádi milyen időt futott, és már is. Egyből fölrúgta. Igen. Nem tudta kezelni. Vezet még a másik angol csapat, a Chelsea is, Schalke ellen, illetve a Sporting is vezet a Mariborban egy teljesen lényegtelen mérkőzésen. Szóval ez a tényállás, hogyha valaki annyira bele élte volna magát az adásba és a reklámszünetbe, a néma reklámszünetbe, hogy megfeledkezik a többi sport szépségeiről, akkor annak elmondtuk még. Na és akkor nézzük az első futamot. Kérem szépen, Kova, remélem hoztál esőkabátot, mert esős előrejelzés van. Képzeld el. Jelenleg ugyan száraz a pálya, de itt bizony eső lesz, és hogyha megnézed a fellegeket, akkor azért látható, hogy eléggé szürkés az égbolt. Bizony. Jó megfigyelés, és ebből nagyon könnyen csapadék is keletkezhet, akár eső, akár szilárd hó formájában is. Az mekkora lenne, ha havazna? Nem tudom, hogy bele van-e programozva, de nagyon gyönyörű futamot nyomnának a srácok, az biztos. Hát szerintem hóláncot nem hoztak magukkal. Nem, lejtem, hogy most jön ki száraz gumival, és leesik az eső, tehát majd ez lesz a helyzet mindenki. Ja igen, igen, tényleg. Esőbe száraz gumi van, megy szárazon meg eső gumi van. Lehet szólni kéne neki rádió, hogy ez így nem a leggyorsabb. Reméljük most eltalálja ilyen... Leitner is a gumit. Lázadó típus. Igen. Na, hogy visszafelé induljon el annyira lázad. Na tehát Mihály nem örülne neki. Rajt sorrend még egyszer Bádi Gergő indulhat a pólból, majd Szűcs, Molnár, Lányi és Leitner az első öt. Nagyon közel vannak egymáshoz a rajtrácson a pilóták, úgyhogy az első kanyarig a Lászlósz, hogy még nem biztos, hogy helycsere fog bekövetkezni, de nagyon fontos lesz egy jó rajt. Rövid a táv az első kanyarig, és akkor nézzük a rajtot. Most asznak ki a piros lámpák, Szűcs, óriási rajtot, Bádi eszméletlenül beragad, Bádi a füvön, félre kell, hogy álljon Bádi, többieket nézzük, hogy kiütik Szűcsöt, mi van itt, tömegbaleset? Molnár vezet, és közben esős a pálya. Leesett az eső, ennyi idő alatt? Egyelőre még szárazat ír a program. Elég kaotikus rajt. Húzat maguk után a kerekeikkel, nyilván mi mással, de
Majd ha megnézed, akkor a... Igen, igen, valóban. Egy kicsit és talán erős a pálya. Az első helyért. Kivállalta be vajon az esős bumit. Nagy kívül! És megvan neki. Hatalmas káosz a rajtnál. Nagy Bence feljött a harmadik helyre, de Bádi már visszaveszi ezt a harmadik helyet. Szerintem Bádi esős bumi valami. Már... csak sejtés. Ez elég hirtelen jött információ. Hát az óriási húzás lett volna! Baldi! Nagyon csúszkál azért így is. De most két 25 perces futam lesz, tehát itt most tömény izgalmakra számíthatunk. Nem lesz taktikázás, mindenki nyomja amennyire tudja. Leitner pedig támadja vissza Lászlót. Baldi pedig elképesztő tempóban, ha száraz, ha esős, nagyon jön fel Molnárra. Nagy pedig egy elég korrekt büntetése számíthat, hiszen úgy kiütötte Molnárt, vagyis Szűcs Mátét, ahogy volt. Molnárt már nem szépen körbeautózta. Ember egyenes végén. Nagy Bence a negyedik, Mihály Tamás az ötödik helyre jött fel ugye Szűcs kiesésével. Bádi, nem tudom, hogy jöttem úgy vissza, visszaesett a középmezőimbe. De igen, pár sok mindenről lemaradtunk. Nagyon kaotikus volt az első pár kanyar. Még maradnak a eddig használt abroncsaikon. Csúszkálnak, mint a retek. Igen. De úgy leszik ez őket, nem zavarja. Molnár tartja egyelőre Bádi, de most Rasszorszban beszúr mellé Bádi Gergő, és a kigyorsításról jobban jön el egyenlőre. Hátul megint egy baleset, és megint Szűcs Máté volt benne. 11-én Szűcs Máté. Mögötte Juhász Csabi volt, Bán Viktor, Tóth Gergő, Szűcs Ádám is, illetve futottak még kategóriás versenyzőink. Benne voltak a buliban. Na nézzük Bádit az első helyén. Kívülről kifékezi a Nagy Lacit. Kicsit összeérnek, de megvan Bádinak. Milyen rövid féktávot vette, jó Isten! A Bádi átveszi a vezetést, aztán kimegy. Üre. Annyira megijedt, hogy nincs előtte senki. El is rontotta. Na nézzük Nagy Lacit, hogy vissza tud-e jönni. Kisebb csodával érne fel szerintem. Bádi már egy kicsit nyúlik is el. Molnár se tudja tartani nagyja a tempót. Kapcsoljuk Leitner Norbertre. 10. helyen talán Szűcs Máté és Rózsa Tomi. Igen, aztán érdekesebb. És nem is ég a jobb oldali lámpája, annyi akkorát kapott. Igen, onnan kapta az áldást hátulról. Szépen bedriftel Rózsa mellé. És egymás mellett összeérnek ezért elég rendesen. De nincs meg még Szűcsnek. Tehát akkorát kapott ott az autó. Én éppen mást néztem, de gondolom, hogy esik kapott. Megpuszílta a falat, majd... Kisákos elment mellette, igen. De arra akart mutatni, hogy nagyon megsérülhetett Szűcs autója azért, abban biztosak lehetünk. Leitner és Nagy Bence a 4.-5. helyen. Nagy egyenlőre hősiesen tartja azt a 4. helyét. De most kívülről körbeautózza Leitner elég simán. Szinte a füvön fékezett Leitner, nagyon picen tiszta. Előtte pedig Molnár és Nagy László küzdenek a 2. helyet. Valószínűleg Nagy László autója sérülhetett a bal eleje. Nem látszik, de... elég nagy ütést mért Szűcs autójára. Jön Molnár Dániel. Na kívülről. Van a szélárnyékban. Nincs meg. Próbál alá fordulni. Talán majd itt. Még nem volt elég helye Molnárnak. Nagy Laci, talán Molnár tudja majd tartani egy darabig. Amíg Leitner fenn mér rájuk. Közben Szűcs megelőzte Rózsát, és már ott van Komlósi mögött a 8. helyen.
ami ugye majd a pole pozíciót jelenti a második futamra, tolja le a pályáról szó szerint Szűcs Máté Komlósi Pétert, aztán kifékezi kívülről nagyon szépen, elmegy Szűcs Máté fején a 8. helyre, és Lányi Tamást veheti üldözőbe. Rózsa Tamás is lassan megérkezik azért Komlósira. Hátrébb nézek, hogy van-e valami izgalom, de egy eléggé szétszakított ez a első pár kör mezőnyt. Molnár Dánielt nézzük a harmadik helyen szerintem. Mert Nagy László elfékezi a buszmegállót, és Molnár feljöhet a második helyre, hogyha megvan a kigyorsítás, és Molnár átveszi a második pozíciót. Nagy László hibázott. Vele kapcsolatban talán ez a legnagyobb gond. Nem tud azt a minét, milyen féktávot akart venni Nagy. Nem tud kiegyensúlyozottan menni, sokat hibázik, villog is Molnárnak elnézést kér. Nagy mindjárt megkapja Molnár csapattársát, Leitnert a nyakára. Mórus nagyon szépen vette, Molnár kicsit elhibázta. Megint itt lehet a lehetőség. Az egyenes végén külső évet választja megint, vagy megint kőbe próbálja autót, de ez már a kanyar előtt megvan. Molnár viszont próbálja kifékezni, de... nem sikerült, úgyhogy Nagy visszajön végül is, mert Molnár hibázott megint. Bádi már szépen ellógott az első helyen. Hogy 19. helyen ő a mi Varga Péterünk-e? Nem, ezt a útkör is kérdezte, Molnár közben lecsúszik a fűre, de még nincs ott Leitner Norbi annyira közel. Hát igen, mégis már látom, hogy a Varga Péterünk nagyon megtisztelte az Órust, finoman fogalmazza. Na de, most ne. Vissza a Leitnerékhez. Komédiázzunk. Most erre nincs idő, igen, rövid távú futam, itt most nem lehet. Itt csak az fontos információkat és a történéseket kell mutatni. Ami jelenleg a negyedik helyen van Leitner Norbert személyében, aki érkezik meg csapattársára, Molnárra és Nagy Lászlóra. Éppen összejönnek itt hárman. Leitner kicsit lecsúszott. De... nem sokat veszített vele, Molnár viszont kívülről próbál kívülre kerülni, de nem jön össze. Nagy lezárta. Összeütköztek egy kicsit, és jön Leitner. Mindkettejük mellett elmegy, az de gyönyörű volt. Nagyon szép előzés volt Leitner Norbitól. Nézzük, Nagy László, aztán elfékezi Leitner. Túl szép volt, hogy igaz legyen. És Nagy Bence is megelőzi Leitner Norbit. Na és akkor nézzük most Molnárt és Nagyot az Orosban. Ott tud maradni Molnár, most nem hibázott, úgyhogy a egyenes végére odaérhet a szélárnyék segítségével. Nagynak nagyon jó a végtempója az egyenes végén. Ez mindenképpen segíti őt a védekezésben. Molnár itt jobban tudott kigyorsítani és beteszi az autóját minden bizonyan itt a jobbosban. Azt a minden, itt nagyon kemény a csata. Sem kíméri nagyobb. Ahogy Nagy sem őt. Molnár átveszi tehát a második helyet Nagy Lászlótól. Nagy Bence sincs messze mögöttük is. Jézus Isten, mit csinál Nagy László? Hova akarta berakni az autóját? És már is ott van Nagy Bence. Nagynak egy kicsit most le kéne higgadni a érzésem szerint, mert nagyon benne van a verseny hevében. Egy kicsit most szerintem meggondolatlan Nagy László, ami semmiképpen nem tesz jót se neki, se Molnárnak vélhetően.
Egyébként nem volt ebből baj, de Nagy László nagyon nagy kedvel versenyez. Szűcs pedig a 8. helyen próbálja még feljebb küzdeni magát. Igen, ott van Rózsa mögött. Mihály Tamás. Egyre jobbak vagyunk. Megvan Mihály Tamásod. Elfékezi a kanyart Mihály. És Szűcsnek kívülről megvan, Szűcs a 7. Leitner, mi van? Mi? Ki esett Leitner? Leitner Norbert a boxban! Nem, ki esett? Hát úgy értettem. De igen, kiesett Leitner. De jó az a játék, hogy nem lehet visszajátszani, de mindegy. Eleje az autónak. Nem mit csinálhatod? Lehet, hogy ráment a... Most nem tudom magyarázni, mely a gyors egyenes... De az a balos. Az már nem is egyenes, ugye? De a pálya végén ugye... Van közben, két gyors balos. Lehet, hogy ott ment ki a fűre és egyenesen Nagy Bence előzi Nagy Lászlót. Igen, kapcsoljuk a negyedik helyre. Na már megint mi van itt? Leitner vagy lehet írja. Remélem, hogy Norbi most nézi az adást majd, akkor írd már meg Norbi, hogy mi történt. Lehet hasonló hibát vétett, mint az időmérős körén. Igen, igen, arra próbáltam utalni. Sikerült elmakogni. Molnár a második, és Nagy László a harmadik jégy, ugye. Nagy Bence a negyedik. Ezzel Szűcs megint nyert egy pozíciót. És nem csak egy pozíciót, hiszen ugye Leitner kiesett és nem szerez pontot ezen a futamon, Szűcs pedig ha bejön, akkor tovább növelheti az előnyét a bajnokságban. Kezdek türelmetlen lenni az előrejelzéseddel kapcsolatban. Mesőre gondolsz, ugye? Igen. Hát, megjön az majd, figyelj csak. Szépen megkavarná a dolgokat, az biztos. Élen Bádi, ő talán nem érinteni olyan mélyen ez a dolog. Mögöttem Molnár Dániel, majd Nagy László, Nagy Bence. Szűcs már az 5. helyre jött föl, Lányit is megelőzte. Ugye Molnár, Nagy László, aztán Nagy Bence, Szűcs, Lányi, Mihály, ők így eléggé azért, mondhatni közel vannak egymáshoz. Tehát ha lejön, leesne az első, akkor itt egy óriási anarhiát láthatnánk véleményem szerint. Összecsúsznának itt a fiúk. Mihály Tamás nézzük a 7. helyen, hogy érkezik meg Lányi Tamás mögé. Sokkal jobban vette az orrust Mihály. És már megvan a tempó előnye, nem is kell szélárnyékba autóznia. Viszont elfogyott ez a tempó előny, és Lányi van kedvezőbb íven. Be tud-e fordulni Mihály? Hát igen, ott azért helyet kellett volna hagyni. Érzésem szerint. Nincs meg az előzés Mihály Tamásnak. A webeffektíves kollégák. Még igazán együttműködőek. Mondhatni. Nagy és... Máté, már Lányi. Érkezik Nagy Bence mögé. Nagy futamot fut Szűcs. Mi lett volna ugye, hogyha nem löki ki? Ez nagyon nagy kérdés. Ugye már nem kapunk válaszoknak. Ha csak nem futják le újra a versenyt. Nagy Bence hibázik, és Szűcs még közelebb tud férkőzni hozzá. A második helyet még így is megkaparinthat Szűcs. És olyan messze előtte. Nagy illetve Molnár még látótávolságban. De először le kéne gyűlni még Nagy Bencét, aki már... Rükke méterekkel... Azt... Nagyon nehezen tudja irányítani ezt az autót, Szűcs szerintem. Kapott eleget ezen a futamon, egész szezonra való. Mindent kifacsol, ami benne van.
Nagy Bence egyelőre még tartja magát. Kérdés, hogy ez meddig lesz így. Az Orvos nagyon nagy szerepet játszik. Ki hogyan veszi. És egyik ők se vett olyan túlságosan jó. Nagy Bence nagyon elrontja. Neki csapja a falnak a fal elejét. És jön Lányi Tamás mögötte. Hatalmas tempó különbség a két autó között. Pont a féktávra éri utol majd. És Nagy Bence megtartja a pozícióját, de hát az a felfüggesztés akkorát kapott, hogy csoda, hogy versenybe maradt. Lányi pedig elrontja, és jön Mihály. Állóra fékezi az első kerekeit, úgyhogy Lányi visszajön. Rengeteg a hiba, rengeteg a hiba. Nyolc perc van még az első futamból, amikor is Bádi Gergő vezeti a negyedik forduló első futamát itt Spában, nedves pályán ugye. Ebben nem vagyok már biztos, hogy még nedvese. Szerintem már nem, én nem látom, hogy húzna esőcsíkot. Tehát akkor a pálya felszáradt, tehát Bádi Gergő vezet, Molnár a második, Nagy László a harmadik. Viszont Szűcs Máté a negyedik helyen pokoli tempóban érkezik meg Nagy Lászlóra. És hát egyikőjük sem lehet túlzottan nyugodt állapotban. A Szűcsöt a verseny elején elég rendesen kitorpedózták. Nagy Laci pedig eleve heves vérmérsékletű. Ráadásul ő torpedózta ki Szűcsöt. A hatodik helyen pedig Nagy és Lányi. Felt a szélárnyékában. Kérdés, hogy az Orvost hogy tudja így megoldani majd Lányi szélárnyékban. Kicsit talán le is paradt. Hogy szándékos volt-e, minden esetre még így ott tud maradni Nagy Bence mögött, de előzni nem fog tudni az egyenes végén. Nagy Bence megint ront. És Lányi beteszi az autó, nem, itt még nem próbálta meg, elég messze volt, azt tegyük hozzá. És azért Mihály Tamásról se feledkezzünk meg, nevető harmadikként ő is odaférhet az ötödik helyre. De egyelőre még Nagy Bence tartja azt az ötödik helyet. De utolérnek egy lekörözött versenyzőt, ez nagyon veszélyes lehet. Varga szépen kihúzódik. Hátráltatja, nagyon szépen megoldott a Varga. A Lányi kimegy a fűre, de Mihály Tamás nincs most olyan közel, viszont nem az... Ajajaj, Nagy Lászlóékat nézzük egy kicsit, mert ott van az egyik István. István Norbert az a Seattal. Kellenetlen perceket okozott most pillanatokat Nagy Lászlónak, és Lányi Tamás is bajban lehet, mert Mihály Tamás úgy döntött, hogy megelőzi Lányit, és sikerül is neki, és viszi magával a csapattársát, Rózsa Tamás. Na, a két UFO színű autó megelőzte Lányit. István Norbert életveszélyes manőver összehozta Nagyot, illetve Szűcs Mátét. Igen, Nagyot majdnem elköszállta. Bele kellett korrigálni, és ezért tempót vesztett, úgyhogy ott van mögötte Szűcs. Azt a mindenit, milyen féktávot vesz Szűcs Máté, és megelőzi Nagy Lászlót! Parádés! Azt a milyen előzés volt!
Honnan bevetődni? Hihetetlen. Ez eddig a szezon előzése volt. És mint hogyha hibázott volna előtte Molnár, úgyhogy még közelebb került hozzá. Igen, már Molnárt is látja maga előtt ott a messzeségben Szűcs. Ővem. Már a dobogón van. Szűcs Máté. Úgyhogy Leitner nem szerez pontot, nem győzöm hangsúlyozni. Ugye a bajnokságban nem jön túl jól neki. Váldi pedig eléggé le van maradva, úgyhogy az annyira nem is számít most, hogy Váldi mit csinál ott az élen. Nézzük, Lányi Tamás pedig visszaküzdheti magát Rózsa Tamással szemben. Lányi van a 8. helyen, tehát ez a pole pozíciós hely a következő futamra. De még nincs meg az előzés. Nem sikerült Lányinak a manőver. Tehát Rózsa majdnem szélesen fordul. Három perc van hátra. Három perc alatt utol éri Szűcs Máté Molnárt, szerinted? Ha olyan hibákat vét, mint amit most az utolsó kanyarban, akkor nem. Nagyon kell nyomni a Szűcs Mátének, hogy utolérje Molnárt, hogy csak kell neki az a második hely. Nagy Bence még mindig tartja ezt az 5. helyét. Kis Ákos pedig a 10. helyen ott van Pomlósi Péter mögött. Na most Kis az első kanyarban rontott, úgyhogy kicsit lemaradt. Tehát ez még nem akkora távolság. Ujjjjjjjjjjj, hogy dobt át a rázón. Nem tartom valószínűleg, hogy Szűcs úton érjem Molnárt. Hát igen, kisebb csoda kéne Szűcs Máténak. Tehát láthattunk már ezen a futamon elég furcsa dolgot. Közben Kis Ákos elhatározta magát, hogy megelőzi Komlósit, de Komlósit rövidebben tud fékezni, úgyhogy vissza kell húzódni a Kisnek mögé. Aztán ront Kis. Majdnem megforog, úgyhogy Komlósi most egy kis szünetet tarthat. Érted? Kis szünetet. Ne! Teljesen elhatárolódok Kovács Ádámtól, és a kijelentésétől. Váldi pedig majd megkezdi az utolsó körét. Hamarosan. Már csak egy perc van Rózsa. Hátra. Mondhatni, Lányi és Rózsa virágzó kapcsolatot építettek ki az utóbbi pár körben. Ez sürgősen fejez be. Ez nagyon rossz. Ó, nagy hibázott! Elég nagy, nagy hiba volt ez nagy... sajnos. Jaj, ne. Leszakadt Szűcstől. Ó, Bádi! Atya úristen! Majdnem elkapta a... Vagy már vége van? Még nincs. Még van fél perc. Kollega, utcsó kör. Igen, igen, csak megzavart itt a sok esemény. Bádi majdnem felkerült az Órus falára egyenesen. Az mekkora lett volna még, hogyha Bádi elrontja és az élről kiesik. Itt már érdemben nem nagyon történtek változások az első 4 helyen. Viszont az 5. helyen még azért Nagy Bencének dolgoznia kell, hogy megtartsa a helyét. Mihály Tamásnak kéne megelőzni a Nagy Bencét. Egy hiba Nagytól, és akkor Viszlát ott találhatja magát a 6. helyen, és akkor már Rózsa Tamás is veszélyes lehet rá.
De Nagy Bence azért talán van annyira rutinos pilóta, hogy behúzza ezt innen. Pádi Gergő pedig érkezik a busz megállóhoz, és nagyon biztonságos féktávot vesz, és érkezik Pádi Gergő a célegyenesbe, még ott egy lekörözés. Örül Pádi Gergő, hiszen megnyeri a Spy első versenyt, mondom én. Aztán még nem gurul be. Rózsa és Mihály. Mihály hibázott az utolsó előtti kanyarban, és Nagy is elfékezi magát. Igen, ott még jön Rózsa, megtolja kicsit Mihályt. És Lányi! És jön Lányi! Azt a mindenit! Lányi Tamás bejön a hetedik helyre, és így Rózsa indul a pólból. A második futamon. Tehát ott hagytuk abba, ugye, itt események történtek, hogy Molnár bejött a második helyre, Szűcs végül visszajött a harmadik helyig. Nagy László lett a negyedik, Nagy Bence az ötödik, Mihály Tamás a hatodik, Lányi, tehát így a hetedik, Rózsa a nyolcadik, majd Komolosi és Kis az első tíz. Na, hát elég izgalmas első verseny volt. Igen. Elég nagyon nagy káosz volt, aztán kicsit letisztult már a dolog. És végére is azért maradt még kisebb dráma itt Lányéknál. További beérők pedig Juhász Csaba 11. Pán Viktor a 12. Kozák Lajos a 13. Szűcs Ádám a 14. Kornél István várjuk még, illetve az István családot beérni, 15. Kornél István, Tóth Gergőt a 16. és István Norbertet várjuk az őrségosztályon. Még ő már beért volna, na mindegy. Jó futam volt az a lényeg. Megint nem unatkoztunk, és valószínűleg nem fogunk a második futamon sem. Igen, és aki még nem fog unatkozni, az több mint valószínű, hogy Leitner Norbert lesz. Hiszen a mezőny végéről kell, hogy feljöjjön. Ami hát nem lesz egy egyszerű manőverezés. Ugye láthattuk a középmezőnyben nagyon kemény csaták folytak. Senki nem akarta könnyen odaadni a jelenlegi helyezését. Leitnernek nagyon kemény dolga lesz. Hát Szűcsnek ott van az esély, hogy még tovább nyújtsa az előnyét a bajnokságban, hiszen most rengeteget hozott Leitner Norbi. És most is előről indul, ugye a hatodik helyről. Hát Szűcs egyik szeme sír, a másik pedig nevet, sőt inkább a másik szeme is félig sír, félig nevet. Mondhatjuk így is, hiszen... Na, nagyon el van osztva. Igen. Háromnegyed szeme nevet, egynegyed szeme sír, hiszen azért neki elég jól jött az, hogy Leitner ugye egyrészt ezen a futamon kiesett, másrészt pedig ezen elég nagy hátrányból indul. És azt is tegyük hozzá, hogy a bajnokság harmadik helyezettje Nagy Dávid meg sem jelent a verseny hétvégén, tehát Szűcs tényleg óriási előnyre tehet szert most. Hát akkor talán tovább, itt el is tovább, dőlhet. Tovább oszthatjuk a nevető síró szemeket. Igen. Nagyon nagy százalékban nevetnek a szemei. Na szóval akkor Rózsa rajta az első helyről. Rózsa Tamás, nagy valaki azt így, hogy egy növény plantálnak le a... Plantálnak, kova. Plantálnak? Nagyon rossz. Ez nem, ez csak
Úgy jött, ez nem szó visz volt. Ja, jó. Szerintem ez nagyon rossz kör került elő, tehát most ha még ezt a második futamot végigpoinkolod, nekem itt végem lesz. Csapattársa nem a második lesz, hanem mögüle rajtad a harmadik lesz. A első három amúgy Tamás, ha megnézed. Igen. Negyedik, ötödik pedig nagy. Rózsa Tamás. Hatodik, Lányi hetedik Tamás. Pedig Szűcs és Molnár. Igen. Nekem ez jutott. Hát reméljük, hogy azért jobban eljönnek majd a második futam rajtjától. Lán Gábort nem érjük le, aki a 25. rajtkockából rajtol. Még mögülünk. A mi helyünk mögül. Bár mondjuk legalább a csetepotéból kimaradhat. Itt vannak a lámpák közben. És akkor nézzük a rajtot. Mindenki jól eljön. A Szűcs nagyon jól kapja el hátul. Mihály egy kicsit meghibázik. Lányi pedig beszúr az első helyért. És jól el is pénázza. Rózsa Tamás vezet, Lányi a második, Nagy Bence a harmadik, szépet rajtolt, Nagy László is jól jön, ő a negyedik, Molnár és Mihály csapkodják egymást az ötödik helyért. Azt a mindenit, a Lorusban Mihály és Molnár egymás mellett, és Szűcs is odaért. És Szűcs rajtnál belevágódott a falba megint. Egy talán olcsóban megúszta az előző rajtot. Komlós jön Szűcs mögött, előtte pedig Molnár és Lányi küzdenek, az első helyért pedig nem küzdenek. Rózsa Tamás nagyon szépen eljött, Lányi a második, Nagy Bence mögötte, Nagy László, neki lehet most jó lehetősége arra, hogyha gyorsan át vergődi magát a előtte levőkön, akkor esetleg meglógva megnyerhetné a futamot, ennyire előre ne gondolkozzunk. Molnár és Szűcs mögöttük. Szűcs a hetedik helyen beteszi az autót Molnár mellé, és itt a lefele vezető részen mellé is tud érni. Molnár a külsőjében jobban tud eljönni. És megtartja a hatodik helyet. Jól áll a webeffektív csapat. Lehet már a 12. 10 helyet jött előre Leitner Norbi. Igen, már mondjuk, hadd ne mondjam, hogy a hátmezőny milyen ellenállást tud. Már majd megint kapsz a fejedre. Igen, meg a bokámra. Leitner közben küzdi fel magát, mert csuhász, juhász Csaba mögött. 11. Ez egy elengedésnek minősül szerintem, minden esetre lejten megelőzi már a juhász. Majdnem én is juhász mondtam. Bádi pedig... Előtti pedig Bádi, igen. Nem jött neki össze ez a dolog. Komlósival keménykedik a 8. helyért. Hú, mi van ott a 6. helyen? Molnár és Mihály, és Molnár! Mihály neki tolja a falnak! Villog is Molnár, teljesen jogosan. Hát mit csinált itt Mihály? Oda borotválta. De szépen összejöttek. Most Mihály megy nagyra. De szépen összejöttek. Elfogja sebessége. Jaj, jön Molnár megint. Nagyon hamar fékez. Molnár a füvön kilöki Mihály. Üts Máté is elfékezi, és jön Bádi. Nagy László is elrontja. Úristen, mi van itt? Molnár Dani egyelőre most úgy néz ki, jön ki a legjobban belőle, de nem mert nagy. És Bádi előre 6 helyet. Oda teszi a vállát, Nagy Lászlót kilöki. Molnár visszacsúszik a 8. helyre, Mihály Tamás a 7. és Bádi és Szűcs előre jöttek a 4.-5. helyre. Azt a mindenit! De még nincs vége, jön Molnár. Hát itt most nagyon paprikás a helyzet. Molnár kívülről megelőzi Mihály. 10. hely környékén. Elképesztő volt, ami itt volt. Bádi mekkorát profitált ebből a dologból, a 4. helyért fel a 8. helyről. Bár már támadja őt Szűcs Máté rendesen.
igen, itt azért most Sűcsnek nehezebb dolga lesz Bádival. Mögötte pedig nagyot támadja. Molnár Dániel kicsit meg is kocolja. Visszapillantott. Na, és akkor nézd meg ki jön mögöttük? Mekkora sebességgel? Ajaj. Jön Mihály. Na. Előrébb pedig Bádi veszi át a harmadik helyet a lecsúszó Nagy Bencétől. És Szűcs is elmegy Nagy mellett. És Mihály Szűcs! Rond. Na most... Nagyon kemény a csata. Bádiék itt műveltek. Mekkora féktáv volt a Szűcstől, atya úristen, hogyha az sikerül neki. Bádi már kicsit majdnem a felpélyen túlhajtott, de azért ő se tehette meg. Ő se engedhette meg magának, hogy így kifékezzék. Leitner pedig szálljon a 9. helyre itt az óriási kavarodásban. Hatalmas felzárkózás már most, az övé is. Rózsa igen. És Lányi magányosan vezetnek, Bádi és Szűcs pedig most elindulhatnak, hogy utolérjék őket. Nagy Bence megint az 5. helyen találja magát, míg Molnár és Nagy megint egymásra találtak a 6.-7. helyen. Első helyért is közbe folyik a csata. Igen, de most mindent mutatunk, csak az első helyezetteket, nem pedig ők is nagyon kemény csatát vívnak. Nézzük Lányit, hogy mit tud kezdeni Rózsával. Itt beszúrja Lányi, néz ki, hogy nem. Rózsa nagyon szélesen fordul, és így esélytelen Lányinak, aki él is ezzel, és átveszi a vezetést. Talán még Rózsa visszaszúrja az autóját, így van, Lányi nagyon szépen helyet hagy neki. Egymás mellett a két autó, így kell versenyezni, kérem. Nem érnek össze még mindig, viszont mindig egymás mellett haladnak, és Rózsa visszaveszi. Nagyon szép volt ez az elmúlt pár kanyar. Valószínűleg Bádi is értékeli ezt. Ez így van. Rózsa pedig füstöl. Az nem jó, az sose jó, hogyha egy autó füstöl. Kis autotechnikai ismertetőt hallhattunk Dani Bálintól. Dani taktikus Bálint. Igen. Rózsa lecsúszik és jön Lányi, de nem volt helye. Na és akkor itt van Bádi, ennyi kellett Bádi Gergőnek és Szűcs Máténak, hogy felérjenek, és akkor innentől kezdve nagyon érdekes lesz a második verseny. Ha eddig nem lett volna az. Azért nem panaszkodhattunk, és már is megpróbálja Bádi Lányi mellett. És feljön a második helyre, nagyon sima, egy Lányi elengedte Szűcséket, érzésem szerint. Lehet, hogy ez okos döntés volt, akár meg egy dobogós helyet eredményezhet. Ha okosan ott marad mögöttük és lecsap akkor, amikor... Amikor utolérik Rózsát mondjuk. Igen. Itt most veszíthet Rózsa, de elmenek mellette hirtelenkedtem. Közben a 8. helyen Leitner, Norbi és Mihály Tamás is küzdenek egymással, és Leitner letolja a pályáról Mihály. Aztán Mihály kilöki. Leitner a forgalommal szemben áll, és most tud megfordulni. Eszméletlen nagy feszültségek uralkodnak most a pályán. Hát Mihály Tamás elképesztően agresszív, tehát ez hihetetlen, és közben Bádi átvette a vezetést, amíg mi Leitneréket néztük, és Rózsa mögött már Szűcs is ott van. Csak hogy ott van Szűcs, megelőzi Rózsát. Lánynak nem jött össze ez a elengedős taktikája. Hát azért még ne írjuk le, de valóban többet bukott vele, mint amennyit hozott neki ez a dolog. Egyelőre úgy tűnik. Leitner a 12. helyig csúszik vissza, ami azért így is jó pozíció rajt helyét tekintve, de hát végezhetett volna ő top 10-ben is. Még azért nincs ez lejátszva, de eléggé messze van Juhász és Kis. Hát ez a 12. helyzet, ez nagyjából olyan, mint hogyha kategória utolsó lenne. Hiszen mögöttük jövő bár Bán Viktor, Bán Gábor, illetve talán még
Mód Gergő is valamennyire egy színvonalat képviselt az utána következők, mint hogyha valami. Megint kezdett, Kova, megint kezdett. De nem, én... Nem. Abba is hagyom gyorsan. Na, és inkább figyeljük Lányit, aki nemhogy sokat bukott, az enyhe kifejezés ez az elengedős részével. Nagy Bence ott van mögötte, és Molnár Dániel is érzi a vérszagot. Nagy Bence kívül, Lányi belül, Nagy Bence simán elmegy Lányi mellett. Na, be tud-e fordulni, Nagy? Úgy néz ki, igen. És akkor most négyen vannak egymáson. Nagy Bence, Lányi Tamás, Molnár Dániel, Nagy László. Megint kezdődik az öldöklés. Nagy Bence lecsúszik, Lányi beteszi az autóját belülre és elmegy. Most Lányi a negyedik. Nagy Bence most teljesen szétesett fejbe, már ott van Molnár Dániel mellette, és Nagy László is jön. Nagy László elveszi okosan, és Molnár se próbált meg a Balosban előzni. Na, úgy néz ki, hogy itt azért a második versenyre már kicsit összeszedik fejben magukat a pilóták. És Nagy László elrontja! Nagy László beleállt a falba és visszaforog Mihály Tamás elé. Ráment a rázóra túlságosan, és ászt, az autó már nem egészséges. Az rengeteget kapott az, az autó, nagyon lassú nagy. Hát így mehet el egy top 10. Így van, így mehet el egy top 10. Ennyi, egy hiba, egy rossz kigyorsítás. Nagy minden bizonnyal jön majd a boxba. Közben nézzük Nagy Bencéket, Molnár fékezi ki nagyot. Viszont Nagy visszajön kigyorsításon, de Molnár a kedvező bíven, úgyhogy sokkal jobbat tudott kigyorsítani Molnár Dani. Molnár az ötödik, Nagy Bence a hatodik. Nagy pedig megtalálja a boxot. Nagyon instabilnak tűnik fejben Nagy László. Nürburgringen is a kiesése ugye olyan nem létezik, hogy kifogjon az ember autójából üzemanyag. Illetve az első futamon, első futam rajtjánál is voltak gondok. Ebből valószínűleg majd még vizsgálódások is lesznek, hiszen jó formán tönkrevágta kis ilyen szűcs futamát. Kis Ákos és Mihály találkoznak, elég konkrétan találkoztak, a hetedik helyért csatáznak. És ott van Juhász Csaba is. Hú, kis, nagyon nyomja neki. Pádira pedig, mintha érkezne fel Szűcs Máté. Igen, ez így van, még azért elég messze van. Tehát láthattuk, hogy... Annyira azért nincs messze, mert Bádi elhibázza és beleáll a falba. És Szűcs vezeti a futamot. Így van, Bádi Gergő kavicságyban áll és vergődik kifele. Molnár Dani elé, Nagy Bence elé. Mihály Tamás elé? Úgy néz ki, Mihály Tamás már nem előzi meg Bálit. Bálinek még megvan az eleje. A hatodik helyig esik vissza Báli. Azt a mindenit. Hát mit történnek itt? Kanyarról kanyarra változhat az eredmény. Szűcs Máté kapott egy ajándék első helyet. Rózsa Tamás a második, az gyönyörű. Lányi is ott van a harmadik helyen. Így Molnár ugye negyedik, Nagy Bence megint ötödik, és Bádi jöhet vissza, nézzük mennyire sérült meg az az autó. Hát annyira nem sérülhetett meg, hiszen nem jön ki a boxba. Ez nem jellemző Bádi Gergőre, hogy ilyen helyzetben roncson. Nem tudom, lehet, hogy túl a nyomás alá helyezte őt Szűcs Máté. Nagyon közel került már hozzá.
Na és akkor Nagy Bence megkapja mögé maga mögé Bárdi Gergőt. Nézzük, hogy Bárdi ellen mire lesz képes most Nagy. Bárdi nagyon tolja neki. És Nagy megint kívülre húzódik. És ez sima volt most Bárdinak nagyon. Nagy László pedig 18. helyen búkvászik. Igen, már visszajött a pályára Nagy, úgyhogy versenytempóba tud haladni. Még István Norbi és Varga Péter mögött annyit hozzátennék, hogy amennyi szerint szapulom a hátmezőny tagjait, azért az első futamhoz képest nagyon sokat fejlődtek, és most már tényleg korrektül versenyeznek, illetve stabilan. Egy kicsit enyhítsem a szavaimat. Nem tudod visszaforgatni az időt, Tóha, nem igen. Közben nézzük Leitner 9. helyen Juhász Csabát éri utol. 10 perccel a vége előtt, 11. Ott jön Leitner, belülre húzódik, Nagy nem védi a belső ívet, úgyhogy Leitner ki fogja fékezni minden bizonnyal. Az sok lesz, Leitner egy kicsit elmérte a féktávot, de megoldja, úgy néz ki. Juhász ott már nem tud mit csinálni. Norbi tehát feljön a 8. pozícióba. És Molnár Dani közben megelőzte Lányi Tamást a 3. helyért. Molnár feljön tehát a 3. helyre, Lányi visszacsúszik a 4. helyre, és Bárdi Gergő üldözheti majd hamarosan. Rózsa Tamás pedig parádésan tartja a 2. helyét eddig. Igen, egy kicsit meglepetés, pozitív meglepetése a futamnak. Idén még nem volt dobogója Rózsának. 4-szer indult. Egyelőre még nincsen se győzelme, se dobogós helyezése, úgyhogy nagyon szépen ez a 2. hely. Amit előhúzna itt a kalapból. Hát pedig olyan nagyon közel nincs hozzá Molnár. Ha Molnár megelőzik, még egy dobogó. Tücs hibázik az élen! Tücs Máté ugyanottól Nagy László! Visszajön az élre még Tücs Máté, de hát mennyire sérült az autó megint csak. Még úgy tűnik egyben van. Hihetetlen, nagyon szét vannak esve a pilóták. Bárdi is ront az élről, Szűcs Máté is hibázik az első pozícióban. Hihetetlen. Nagyon nehéz ez a pálya. Tudtuk előre, hogy kihívás lesz, de hogy ekkora, azt azért szerintem nem sejtettük. Hát na akkor és akkor itt a 3. helyet mondjad. Lehet így jobban jártunk az eső nélkül. Ha majd is eléggé megszenveznek a srácok. Az még egy... Hát nem brutális lett volna, még itt leesett volna az eső. Rózsa az egyenes benne ment a fűre. Igen, mert utolérték az egyik Istvánt, és az orusban éri utol Lányi! És Bádi elmegy mellette, menjen már onnan! Édes Istenem! Lányi Tamás versenyét tönkretette konkrétan István Norbert. Pont a dorúsban érte utol. Á, de kár ezért. Bádi följön a 4. helyre, Lányi pedig szerintem így lemondhat a dobogóról. Molnár pedig kezdi utolérni Rózsa Tamást, akinek nagyon-nagyon-nagyon rosszul jött ki ez a lekörözés. És Molnár is hibázik, majdnem megforog Molnár Dani. Nagyon tolja neki ő is, érzi, hogy meg lehet a 2. hely. Így, hogy nincsen Nagy Dávid, Leitner pedig most jelenleg a 8., így nagyon kellenek a pontok.
Bék csapatnak. Viszont Rózsának is kell ez a dobogó, hogy ez a második hely. Úgy menekül, mert ugye érkezik Bádi Gerg a negyedik helyen. De egyelőre figyeljük Molnárt a harmadik helyen, hogy mit tud kezdeni Rózsa Tamással. Itt már bemegy mellé, de még nem volt akkora a tempó különbség. Itt Rózsa lecsúszik egy kicsit, Molnár is. És a busz megállóban még nincs meg. Rózsa még egy kört kibír Molnár előtt. Talán Szorzban nem próbálja meg Molnár. Talán vár a hosszú egyenes végéig. Bádi is bedugja az orrát Molnár mögé. Nézzük az orrust. Molnár érkezik szélárnyékban, nagyon közel lesz. Egy kicsit Bádi, Bádi jön nagyon. Igen. Újabb fel Molnár, bumpolja. Igen, kicsit naszkáros megoldás. Ott láthatunk legtöbbször ilyet. Rózsa és Molnár aztán összeérnek, de Molnárnak megvan, úgy néz ki, nem. Rózsa visszajön, és Bádi is ott van Molnár mögött, aki... Áj, Bádi kicsúszik. Kicsit betartott Bádinak, nem tudott mit csinálni, és Bádi kilöki Lányit! És Lányi visszajön a pályára, szerencsére tudta irányítani az autót, úgyhogy Leichnert nem lökte ki, de Lányi szegény mindent megkap, amit meg lehet itt negatív értelemben. Szegény embert az ág is húzza. 4 perc van hát a versenyből. Nagyjából. De ezt a 4 percet lehet, hogy Lányi már csak túl akarja élni. Bádi megint ront! Össze-vissza csúszkál Bádi Gergő, aztán ott egy lekörözött Varga Péter nagyon szépen félre áll. Molnár hibázik. Rózsa mögött. Most Rózsa hibázott egy kisebbet, de nézzük Leichnert és Lányit, 5. 6. hely. Leichner beteszi az autóját, a sok, az megint sok, megint elfékezi Leichner. A Mihály még nincsen olyan közel, úgyhogy nem bukott annyit. A maximum annyit, lemaradt Lányiról. Tehát szerintem Leichnernek olyan mindegy, hogy most 5. vagy 6. lesz. Ő ennél többre vágyott ezen a verseny hétvégén szerintem. Molnár megint én most ugye említetted, hogy hibázott, és le is maradt egy kicsit Rózsáról. Most Rózsa hibázott az úrusban. Kicsit közelebb kerül hozzá így. Molnár viszont Rózsa eddig a utam embere. Az előzőre talán szűcsöt mondhatjuk. Akkor ez egyértelműen Rózsa lesz. Nagyon szépen tartotta, illetve tartja a második hét, és eddig parádésen vérekezik Molnár ellen. Bádi pedig már mindenen keresztül jön, hogy újra utolérje őket, és legalább a dobogóra felállhasson. Hát ehhez én szerintem valamelyik őjük, mármint Rózsa és Molnár hibája szükséges. Így van, hiszen a következő kör, ami Szűcs megkezd, az valószínűleg az utolsó kör is lesz. Így van. Jól mondod. Nem sok ideje maradt Bádinak. Itt a lényegi kérdés az eldőlt. A második, harmadik hely birtokosa még nem ismert. Vagy Rózsa, vagy Molnár lesz a második. A többi hely az nagyjából eldőlni látszik. Viszont itt még korán sem dőltek el a kérdések, és az utolsó körben óriási harcot vívhatnak ők ketten. Molnár Dani nagyon elszántan érkezik a harmadik helyen, viszont Rózsa az egész futamon nagyon szépen védte a második pozícióját.
mit tud kitalálni vajon Molnár Dániel Rózsa Tamással szemben? Most kezdték meg az utolsó körüket. Na itt kéne Úruzson jól átmenni, és akkor... De megint lecsúszik Molnár. Megint nem tökéletes, de... Így talán szélárnyékkal pont jó lehet az egyenes végére. Hát kicsit rövid lesz az egyenes. Nem is tudja kifékezni, és akkor innentől már... Szinte csak az utolsó szektorban van előzési pont, bár azért itt a srácok tudnak találni maguknak, például itt, beszúr, és tartja a belső ívet, nem hagyja, hogy alá forduljon Rózsa. És gyönyörű. Molnár feljön a második helyre ezzel. És már nyúlni kell. Hát azért Rózsának így is nagyon nagy gratuláció jár, ha ez így marad. Még azért nem jelenthető ki semmi, hiszen láttunk már itt első helyről hibázást. Ez azért a harmadik hely is nagyon szép idei első dobogóját hozhatja Rózsa Tamás, hogyha Molnár nem ront. Hűcs Máté pedig robog a győzelem felé, hogy a Nürburgringi egy órás futam után itt is bezsebeljen egy győzelmet, és ezzel hatalmas előnyt építsen ki a bajnokság hátralevő részére. Most fordul a célegyenese Szűcs Máté, és nagyon-nagyon-nagyon fontos győzelmet szerez itt Spában. Mögötte érkezik Molnár Dániel, a második helyen majd Rózsa Tamás, és Bádit utolérte Leitner, de már előzni nem tud. Úgyhogy Bádi a negyedik, Leitner az ötödik, Lányi végül a hatodik helyen hozza be az autóját. És Mihály Tamás végül megelőzte Nagy Bencét a hetedik helyért, Nagy Bencé a nyolcadik. Juhász Csaba lesz a kilencedik, és Kis Ákos végez a top 10-ben. Na, hát szerintem egy nagyon jó két futamot láthattunk itt Spában. Hozta magát a mezőny. Egy kicsit sok volt a durvaság és a kontakt. Talán ez írható a negatívumok számlájára. Reméljük azért majd a következő fordulóban, két hét múlva jobban vigyáznak egymásra a srácok. Lausitzringre látogatnak majd november 20... nem, csúsztunk a naptárral, tehát két hét múlva Lausitzringen versenyeznek majd, ott is két futam lesz megtartva. Jövő héten pedig HTCC futam, csütörtökön pedig GP2 Portlandből. Köszönöm szépen a közreműködést Admirál részéről, illetve neked is, Kova, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Ez volt tehát a VSR HTCC Extreme. Negyedik fordulója innen Belgiumból. Dani Bányzat és Kovács Ádámot hallottátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Hello. SimSport TV. SimSport TV. Magyarország vezető szimulátoros tévéje.